Sziasztok! A mai napon ünnepeltünk Aharon Shel Pesachot, Pesach utolsó napját. Nagyon különleges Pesach utolsó két napja. Ez kapcsán az előző Lubavitcher Rebbének a kislánya feltette neki a kérdést. Ugye megtanították őt, hogy a kislányok már 3 éves koruk óta gyújtanak gyertyát, meg a szombat is ünnepi gyertyát, megtanítottak az áldást, igen ám, de azt mondtak neki, hogy Pesach végén, amikor gyertyát gyújtanak, nem mondanak a Sehiánó áldást. És azt kérdezi, hogy miért nem? Ugye a Sehiánó áldás, hogy minden ünnepkor mondunk a gyertyagyújtásra és a kidusban is. Úgy szól Sehiánó, Vikimánó, Vigiánó, Lizmánáze, aki megőrzött bennünket és engedte megérnünk ezt a mai napot. És erre azt kérdezte, és miért Pesach vége nem mondog ezt az áldást. Erre azt mondta neki a Rebbe, az apja, hogy a Kabbala szerint Pesach első napokban ünnepelünk a nagy megváltás, amikor szabadultak a zsidók Egyiptomban. Pesach utolsó két napján, akkor vagy utolsó napján, akkor ünnepelünk már a Mesiás eljövetelet, már készülünk arra a nagy napra, amikor lesz a nagy megváltás. És még a Baal Shem Tov szerint még egy pici kis fényt is lehet már érezni a jövőről. Azt mondja, mivel ez a jövő, erre nem lehet mondani, hogy megértünk ezt a napot. Mert ez még nincs ott, és ezért nem mondok el a Sehiánó áldás. Szóval ezen a napon, Aharon Shel Pesach, az imában is, és a nap végén is, mint tehát felkészülünk a jövőre, a Mesiás eljövetelere. És ez kapcsán az 5. Lubavitcher Rebbe bevezetett egy érdekes szokás, és azt mondta, hogy ha Pesach elején első két este 4 pohár bort iszünk a szédernél a múlt miatt, a kivonulás miatt, akkor ugyanúgy a Aharon Shel Pesach végén, utolsó napon iszünk 4 pohár bort, majd a jövő miatt, felkészülve a Mesiás eljövetelére. Ezért a lubavicsi közösségekben ilyenkor az a szokás, hogy a mincha délutáni ima után leülnek egy fárbrengere, aminek az a neve Szeudat Mashiach, a Mesiás lakomája, énekelnek és mondanak le Chaimot, 4 pohár bort isznak a fárbrenger során, felkészülve a jövőre, a Mesiás eljövetelére. Felkészülni, azt még lélekben is fel kell készülni, az ember szabaduljon, győzön le minden akadályt, és minél erősebben és lelkesebben tudjon Isten szolgálni. Köszönöm szépen, és ilyenkor szoktam kívánni jó nyarat, a gesunden Sommer.